Szeretne keresztülője lenni egy csángó magyar gyermeknek? Ha következő műsorunk megnézése után kedvet kap hozzá, kérjük, jelentkezzen nálunk a tévénél. Keresztszülő programnak a lényege az, hogy keresztszülőket keresünk és választunk moldvai csángó gyerekeknek, olyanoknak, akik a részt vesznek a kinti magyar oktatásban. Egy olyan kapcsolatot vállal egy szülő, hogy ezzel a kisgyerekkel tartja a kapcsolatot, levelez vele, alkalmanként csomagokat küld neki, alkalmanként, ha teheti, meglátogatja őket, figyelemmel kíséri a sorsát. Tehát egy ilyen kettős szerepet vállal, egy anyagi támogatást és egy emberit. Az AMOA a Magyar Moldvai Oktatási Programnak a alapítványa. Feladata, hogy a Moldvában élő magyar csángó gyermekeknek a magyar nyelvi oktatását koordinálja. Ez 10 éves ez a program. Bőjte Csaba testvér volt, aki indította, és a keresztülők csatlakoztak Bőjte Csaba felhívásához. Román tannyelvű iskolában lehetőség nyílik magyar nyelvű oktatásra, a magyar nyelv és a magyar hagyomány oktatására. Az egyik nagy programunk a moldvai csángó magyar oktatásnak az irányítása, az érte vállalt felelősség. Mi ezt a feladatot elláttuk 2001 és 2005 között, akkor is a magyar kormány felkérésére, most pedig 2011-től mindmáig mi vagyunk felelősek ennek a programnak az anyagi és szellemi hátterének a biztosításáért. Ennek kapcsán kerültünk közvetlen kapcsolatba az AMOA-val és a Kencsével, mint olyan magyarországi civil szervezetekkel, amelyek igen nagy támogatást nyújtanak e program megvalósításában. Már olyan negyedik, ötödik osztályban került keresztülöm, akivel most is tartom a kapcsolatot. Ősztől tanítok trunkon, nagyon szeretem ezt csinálni, örvendek, hogy visszatudtam jönni tanítani, így érzem, hogy így lehet, hogy én jobban tudnám visszatanítani a magyar nyelvet, mert én is voltam az ők helyzetükben, én is tudom, hogy milyen volt, mikor itt mentem órára is, nem értettem majdnem semmit, és már elég jól összebarátkoztunk, és egy jó, erős kapcsolat jött létre köztem és a gyerekek között, és remélem, hogy minél tovább ott maradhatok, taníthatok. Másfél éve vagyok egy csángó kisfiúnak a keresztmamája, és láttam, hogy nincs Dumbravénnek falugazdája. A falugazda az azt jelenti, hogy segít a tanárbácsinak a munkájában, keresztülőket próbál keresni a gyerekeknek. Nagyon élvezem, én egyébként vállalkozó vagyok, 22 éve van egy saját vállalkozásom, 22 embernek adok munkát, és jól esik a kemény üzleti világ mellett valami olyat is tenni, ami az ember lelkének nagyon jó. Tudni kell azt is, hogy ezek egy mélyen vallásos közösségben élő gyermekek, akik még ilyen úgymond jó erkölcsi értékekkel felvértezve indulnak el a nagyvilágba, és hát jó lenne, én úgy érzem, meg úgy látom, hogy jó a keresztszülőknek ilyen gyermekekkel találkozni, akik még ilyen értékeket képviselnek. Az én feladatom igazából az, hogy azok a gyermekek, akiknek még nincs keresztmamájuk és keresztpapájuk, azok is eljussanak a táborba, kapjanak karácsonykor csomagot, és természetesen a cél, és azért dolgozunk, hogy minden kisgyermeknek legyen keresztmamája. Nagyon szeretnénk ezt a programot nem csak Magyarországra, hanem a külföldön élő magyarok körében is terjeszteni, hogy támogassák a csángó magyar oktatást, mert úgy gondolom, hogy minden kisgyermeknek joga van az anyanyelvét tanulni, bárhol is él ezen a világon. Kedves keresztapó, én vagyok harmadik klászás, mentem játszani, mentem szanikózni, mentem kolindálni, és meg csántom a holyomot. Szia! Úristen, sors